Godfather.kisbetűvel. A szemedre megszépül a báj, a múlt nem válasz. Én a Tibusszal 1995 óta muzsikálok együtt különböző formációkban, és a Misivel meg a Danival is egy időben kezdtem el játszani nagyjából 7-8 évvel ezelőtt. A Tibusz mondta nekem egy-két évvel ezelőtt, hogy ő még szeretne csinálni egy szólózenekart, és kikötöttem, hogy ennek semmi akadálya, de csak akkor, hogyha én lehetek a dobos. És ez így is lett, és ő közben elkezdett egy partizán munkát, abból a szempontból elkezdett beszélni ezzel a két emberrel, akikkel egyébként nekünk vannak mit közös zenekaraink, úgy nemzetközi szinten, úgy, mint Magyar Honban, és egyszer csak így kialakult. És a Samut, Kéri Samut, a basszusgitáros pedig Tibusz hozta. Az ő ötlete volt, hogy egy iszonyatosan fiatal, rettenetesen fékezhetetlen energiabombát, nem mintha mi nem lennénk azok, de hogy ennek még egy fiatal verzióját még behozza, mint a ritmus szekció másik pillére. Mindenki tudja, itt a srácok egészen biztos, hogy elég régóta benne vagyok ebbe a magyar rock'n'roll szakmában, és nagyon sok zenekart megjártam, nagyon-nagyon sokat, nagyon sok mindent csináltam, és úgy rám száradt az a dolog, hogy én egy olyan megbízható versenyző vagyok, akire lehet számítani ebben az iparágban. A fiatalok, ha ehhez hozzákapcsolódnak, az a legeslegnagyobb buli a világon. Tudom, hogy máshol kéne lennem, tudom, hogy máshol leszek egyszer. Imizsünk ellenére ez egy szeretettel teli blues rock alapú zene, de mindenképpen meglepetésekkel. Tehát semmiképpen se arra kell számítani, hogy itt egyfajta egy skatujába behúzható valamilyen zenekar leszünk, hanem nyilván ahányfajta ember van ebben a társulásban, annyiféle zenei impulzus is találkozik, és ennek az összessége lesz majd a Godfather. Marhára nem hagynám ki ebből a Godfatherből a Gergőt és a Samut. Szóval nem szeretnék úgy Godfatherozni, hogy ezek a srácok nem ülnek a hátsó sorba már, vagy nem nyomják hát. Attól lesz ez bitang. Elkövettük azt a hibát, amit egyébként általában magyar zenekarok nem követnek el, hogy mert egyszerűen nincs rá idő a kommunikációra, hogy egy zenekar, ha kijön, akkor ez egy komplett zenekar, letette, megmutatta, előadta. Most mi itt vagyunk egy komplett zenekar, de nem vettük elő és nem mutattuk meg, csak az egyik részletét. Hiszen nincs itt a basszusgitáros sem. Gyakorlatilag most alakul ki minden egy húzamba, és jönnek a dolgok elő. Tehát nem arról van szó, hogy mi gyűjtögettük az ötleteinket, és halmoztuk fel a dolgokat, és egyszer csak debütálunk, hanem debütáltunk, és utána majd jövünk még a többi dologra. Én szeretem az ilyen alternatív kezdést. Van ennek egy szépsége, ami amúgy... Igen. Nekem evidens gitárosként, hogy Tibusz egy hatalmas példaképe, sőt a legnagyobb példaképpen. Nem lehet, és most meg itt ülünk, és így csinálunk zenekart. Tehát ez igen, egy álom vált valóra. Az, hogy megadatott az életben, hogy egy ilyen csapat, összeállt, és ugyanolyan erővel, ugyanolyan szeretettel, ugyanolyan dinamikával, mint ahogy én gondolom, az egy nagyon hülye szó, de egy időskori adomány, ezt komolyan mondom.